Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk egy játék bemutatós videóba, ahol a Darkness Rises nevű játékot mutatom be nektek. Én ezzel a játékkal már egyébként játszok egy ideje, pontosabban 1-2 hete, de ez lényegtelen. Az a lényeg, hogy szerintem ez a játék igen jó, ha nagyon unatkoztok és el akarjátok valamivel ütni az időtöket. Mert az animációja, vagyis a grafikája, azon még lehetne egy picikét dolgozni szerintem, de nagyon jó egyébként. Egy kicsit sok helyet foglal, őszintén megmondva, de szerintem azért, hogy a unalmas időtöket elverjétek, arra tökéletes. Én nem olyan rég megcsináltam ezt a új karaktert, aki a játékban teljesen új, ez a Witch boszorkány, ő 13-as nekem. Egyébként ezt a videót másodszorra veszem föl, nézők, azért, mert először nem vette föl, nem értem, hogy miért, de hagyjuk. Az a lebegő golyó, amit mellette láttok, ami kék, az igazából egy pet, azt alapból nem kapjátok meg alapból más a ruhája is, de hagyjuk. Most csinálok egy új karaktert, hogy lássátok, hogy megy ez az egész. Na, van kettő fiú karakter, van a Warrior, akinek ilyen nagy kése van. És ha egy új karaktert csináltok, akkor meg tudjátok nézni, hogy különböző páncéllal hogy néz ki. Szóval ezek mindegyik, ez ami páncél van rajta, ilyen nagyon fantasztikus. Nekem igazából ez tetszik a legjobban, csak ha nem lenne kék, akkor még jobban tetszene. Ja, nekem már, én már az összes lány karaktert megcsináltam, az íjast, akkor csinált, Assassin a kedvencem, meg a varázslót. Ezeket a karaktereket mostanában nem nagyon fejlesztem, mert igazából ezt a játékot nemrég töltöttem vissza, mert egy ideig le volt nekem törölve, de úgy kb. Mikor ezt a videót látjátok, azelőtt egy pár nappal töltöttem igazából vissza, és akkor csináltam meg az Assassin karaktert. Assassin buta vagyok, a Witch karaktert, szóval ja. Na, de most megmutatom nektek, hogy kell csinálni, de én ezzel a karakterrel nem fogok nagyon játszani, csak meg akarom nektek mutatni, hogy ez kb. Hogy megy a tutorial, meg ilyenek. Na. Először is nevet kell adni a hősünknek, vagy a karakternek, vagy nekünk. Na, elfogadott végre egy nevet. Az lett a neve, hogy Varré 19. Igen, ez igazából a sztori, hogy háborúk törtek ki a szörnyek és a emberek között. Vagy a gólemek, vagy minek orkok, vagy minek hívják ezeket. Meg volt sárkányok is, ez annyira nem lényeges. Ja. Na. Egyébként nekem a karakterek közül csak úgy el akartam mondani, hogy nekem legjobban a Assassin meg a Witch tetszik, amiknek... Egyébként a Witchnek egy kicsit hasonló a támadásai, mint a Assassinnek. De ha ti is kipróbáljátok ezt a játékokat, akkor szerintem tuti észre fogjátok venni. Ja. De én ahogy mondtam, én a Witchet csináltam meg nem rég, és ja.
De... Ja, ez a tutorial, hogy ütni kell, ütni, jaj! Egyébként ez nagyon egyszerű játék, de szerintem nagyon jó egyébként. Bírom az animációkat, meg ilyenek. Meg egyébként a játéknak is nem olyan rossz a története igazából. Bocsánat, hogy elszkippelem a dolgokat, de én ezeket már egy párszor végig csináltam, szóval nincs kedvem még egyszer végig hallgatni, amit mondanak. Aui. Én most csak próbálom ütni. Na végre. Na, jaj. Igazából erről a játékról nem tudom, hogy miket tudnék elmondani. Mert igazából itt az a lényeg, hogy a sztorit végigjátszd annyiszor, amennyiszer engedi a játék, és fejleszd magasd. Szóval, hogy egyre erősebb legyél, nagyobb legyen a védelmed, életed, stb. Lehet klánokban lenni. Lehet más emberek ellen is harcolni. És egyébként itt lehet egymásnak valahogy barátnak jelölni. Majd ezt megmutatom, ha végigcsináltuk a tutoriált, hogy azt hogy kell. De igazából nem muszáj engem barátnak jelölni ebbe a játékba, mert... Na. Már annyira nem lényeges. Na. Most jöttetek vissza ebéd szünetből. Nesztek, nesze, nesze, neked is, nesze, nesze, rosszak vagytok, nesze. Ügyni. Na ez a varázsló csajsz itt. Csak a történet verziós. Hagyjátok békén üzenyém, me! Run to fight!
Nem rossz vagy. Na. Kész a feladat. Szuper. Na. Ja, talán még erről a játékról azt is elmondhatnám, hogy viszonylag gyorsan lehet benne fejlődni, hogyha sokat játszotok vele, de én igazából egy olyan kb. Ha egy órán keresztül játszok vele, akkor én néha azt már meg szoktam unni. Szóval, ja. De azért szerintem el lehet vele ütni az időt. Vagyis így tapasztalat szempontjából. A csaj karaktereknek a futó animációja jobban néz ki. Ja, itt a én kis kedvencem. Na gyere! Egyébként most nem sebez olyan nagyon, de egyébként ha ezt tényleg megcsinálnám úgy igazából, akkor többet sebezne. Na. Na és most egy kicsit utazni fogunk. Na. Yeah, boy. Na. Viszlát, barátom. Nya. Cool volt, mi? Na, bla 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 bla. Yay. Egyébként hosszabb lenne ez a videó, hogyha ha nem skippelném a dolgokat. Na. Egyébként, ha ilyen ládákat vagy hordókat, amik a mappon így el vannak szorva szétütsz, akkor néha kapsz belőlük pénzt. Money, 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 money.
Jaj. Kicsit sokáig tart nekem a tutorial néha. Ja igen, itt tudjátok magatokat fejleszteni ilyen kristályokkal, hogy erősebbek legyetek így magatoktól, meg ilyenek. Ja. Azt hiszem még ezt a kört meg kell csinálnunk, aztán utána szerintem befejeződik ez a harcolós tutoriál, szerintem. Bár nem vagyok benne teljesen biztos. De szerintem az a sárkányos jelenet a tutoriálban, az szerintem tök jó. Egyébként be lehet azt állítani, hogy automatikusan csinálja a karakter a dolgokat, de szerintem az nem olyan, hogy mondjam, az nem olyan jó egyébként. Ja. Nyitunk egy chestet, amit aranyért lehet nyitni. De egyébként van egy-két chest, amik azért megérik néha az árukat. Oké. Ok. Kaptunk egy másféle kardot. Szucsi. Jaj. Igen, tudjuk a kardot fejleszteni, egy másik karddal. Így, né, erősebb lett, jaj. Így, né. Így, vissza. Igen, skip. Tutoriálnak vége, jaj! Akkor megmutatom nektek gyorsan még ezt a két dolgot, amit szeretném. Amit szeretnék. Aztán, ja. Vagyis ezt a egy-két dolgot. Először a chesteknél van egy ilyen chest, amit 300 vagy 3000 gyémántért tudtok venni, és az ebben a lényeg, hogy ebbe kaptok valami B vagy S, ne ásítsáte meg, B vagy S osztályú vagy rangú ruhát. Vagy ilyesmi. Aztán van ennek egy másik változata, abból kaptok ilyen bónuszokat, ami C vagy A osztályú. Akkor a kosztümnél kaptok ilyen, hát kosztümöket, ilyen jelmezszerűségeket. Azok is, azok se rosszak. Meg lehet kapni ilyen maszkokat, meg ilyen extrákat. Ja, a goldot azt meg tudjátok bármikor venni, és abból csak D vagy B osztályú dolgokat kaptok. Ja. És gyorsan még átveszem a feladatokat. Egyébként rengeteg feladat van, amit meg lehet csinálni, és amiért kaptok bónuszokat. Én most nem akarom az összes helyet megmutatni, ahol bónusz lehet átvenni, csak azt mutatom még meg nektek, hogy hol lehet barátnak jelölni valakit. Most látjátok, hogy én itt vagyok ebben a két oszlopú dologban. Egyik oszlopban van ilyen, hogy community. Ha azt megnyomjátok, akkor ezt mutatja nektek, ami itt van nekem most középen. És ahogy látjátok, itt van Ferc,
Friends, Gullit, Halford Power. Ez igazából ebben a legjobb, egyik legjobb játékost mutatja be, látjátok, nagyon menő, kardja van, sárkánypet, nagyon jó ruha, nagyon jó minden. Ott van a klán zászlója, meg minden jó. De ez lényegtelen. És úgy tudtok valakit Friendsnek bejelölni, hogy rányomtak a Friendsre itt a community-nél, és van ilyen, hogy enter a name. Ez a csengő jel alatt van. És erre, és oda rányomtok, beírtak valami nevet, hogy például és akkor nektek elméletileg keresnie kell egy embert. Látját, megnyomjátok a keresőjelt, vagy ezt a nagyítójelt, és akkor kiadja nektek. Ez most az én egyik karakterem, ezért nem akarom bejelölni, mert minek jelöljön be a saját karakteremet. Ja. Ja, és ha csináltok több karaktert, ez a utolsó dolog, amit megmutatok nektek, ha csináltok több karaktert, és nem akarjátok azt csinálni, hogy kiléptek a játékból, és újra be, akkor azt csináljátok, hogy ide lejöttök, ki lesz nagyítva, de ez a képernyő egyik sarkában van. Rányomtok erre a sisakjelre, és itt ki tudjátok választani, hogy melyik karakterre akartok menni. Ez is igazából a játéknak a legújabb frissítésében jött ki ez a dolog, mert eddig rosszalkodni kellett vele, na mindegy, lényegtelen. És akkor én most rámegyek szerintem a Witch karakteremre. És akkor így szépen átmentünk a Witchre. Ja. Szóval minden okés. Na én szerintem el is köszönök tőletek. Na én ez a reakció. Oké. Okay. Csak így megnyomtam a karaktert, aztán olyan, mintha megütöttem volna a kezét, vagy nem tudom mi ez a reakció. Na én szerintem el is köszönök szőletek, én Oxyfoxy voltam. Ha érdekel titeket ez a játék, próbáljátok ki. Ha akartok, jelöljetek be barátnak, de igazából nem muszáj. Na sziasztok! With the